Az autizmus világnapjához immár második alkalommal csatlakozott Hajdúböszörmény városa április 2-án. Az elfogadást és a segítő közösségek fontosságát hirdetve a Bocskai téren közös kék séta során hívták fel a figyelmet az autizmussal élő emberek problémáira. Április 2-a az autizmus világnapja, és úgy gondoltuk, hogy mivel Hajdúböszörményben nem volt eddig ilyesmi rendezvény, ami fölhívja a figyelmet az autistákra, illetve az autizmussal élőkre, ezért határoztuk el, hogy mindenképpen szeretnénk valami olyan rendezvényt, ahol ami figyelemfelhívó, ahol megismertetjük az autizmust, egy kicsit az emberek figyelmét ráirányítjuk, hogy igen, itt vannak, köztünk élnek, és kell ezzel a problémával, vagy illetve feladattal foglalkozni, ismerkedjenek meg velünk. A második nagyon-nagyon fontos feladatunknak tekintettük, hogy azokat a szülőket, akik autizmussal élő gyermekeket nevelnek, mi összegyűjjünk rendszerint, és megosszuk egymással a tapasztalatainkat. Amikor egy szülő ilyen diagnózist kap a gyermekéről, akkor nagyon magára marad. Nagyon fiatal ez a tünetegyüttes. A maga gyógypedagógiának a legfiatalabb ága szinte, és a leggyorsabban fejlődő, hál' Istennek. És kell, hogy minden szülő saját maga próbálja meg a megoldásokat, a fejlesztési lehetőségeket megkeresni, és legalább mi, akiknek hasonló cipőbe járunk, mi járjunk össze, tartsunk össze, osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, segítsük egymást. Célunk volt, hogy a frissen diagnosztizált szülőket neki segítséget nyújtsunk, mert azért ez nem egy könnyű időszak, amikor szembesül a szülő, hogy igen, ez a probléma a gyermekével. Úgyhogy hát ez volt a célunk, és hát vannak továbbképzéseink, figyeljük a legfrissebb kutatásokat, aztán tapasztalatot cserélünk, gyógypedagógusok, mindenféle szakembereket hívunk meg. Nagyon nagy nyitottságra találtunk a városba, sokan érdeklődnek, sokan voltak tanulásügyi problémák, ahol kikérték a véleményünket ilyen gyermekelhelyezés ügyben, mert bizony nagyon kevés információ van az átlagembernek erről. A rendezvény zárásaként meg annyi kék lufi repült a magasba, hirdetve az elfogadás fontosságát.